Kedves testvérek, kedves barátaink, kedves egybegyűltek, egy néhány gondolatot hadd osszak meg veletek így karácsony révén, amikor még nem az elcsendesedés idejét éljük, de talán már készülni tudunk arra, amiről ez a dal szólt. Készülj fel! Elég megrázó dolog ebbe belegondolni, hogy mit jelent az, hogy felkészülni. Mit jelent az, hogy készen állni? Mit jelent az, hogy egyáltalán elhinni azt, hogy Isten nekem egy helyet készített valahol a mennyben, nem ezen a földön. Ma az emberek legnagyobb része azt hiszi, hogy itt a földön van a helye, és nem tudja, hogy mi lesz utána, amikor az élete véget ér. De mi tudjuk, és hisszük, és ebben a könyvben, amit a kezembe tartok, meg van írva, hogy Isten helyet készített nekünk. Valami olyan helyet, amit el se tudunk képzelni a szívünkkel se, a szemünkkel se, emberi szív nem láthatta. Fel se tudjuk fogni, hogy milyen helyet készített. És hadd olvassak fel nektek így karácsonykor, karácsony közelettével János evangéliumából néhány versort. Kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. Benne az élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel. Az ige volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít. A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte fel a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be, ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Az ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya egyszülöttének dicsőségét, aki kegyelem és igazság tölt be. Ez az Istennek az igéje, az a szó, ami lejött a földre, leszállt a földre karácsonykor, 2000 évvel ezelőtt. Kaptunk egy levelet nemrég a irodánknak a címére, hogy egyáltalán miért is ünnepeljük mi a karácsonyt, és miért fogunk bele milyen dolgokba. Egyáltalán nem is biztos, hogy Jézus akkor született, abban az évben és azon a napon. Akkor miért kell ezt nekünk megünnepelni? Miért kell ebbe az energiát belefektetni? És nekem született erre egy válaszom. Azért kell egyszerűen ezt megünnepelni, mert az egész világ készül valamire, de nem tudja, hogy mire. Az emberiség nagy része nem tudja, hogy mi történt 2000 évvel ezelőtt, hogy a világtörténelem legeslegfontosabb eseménye történt meg. Isten lehajolt hozzánk. Előtte is szólt, nem mondhatjuk, hogy nem szólt, nem hagyott minket magára. Proféták, királyok és olyan emberek által, akiket kiválasztott, megszólított minket. És arról is beszélt, hogy egyszer el fog jönni valaki, aki a messiás, aki a megváltó, és minket a bűneinktől megvált. Egyszerűen lélegzet elállít ebbe belegondolni, és volt egy nap, amikor ezt én is az életemben elfogadtam, hogy ez egy tény és ez egy valóság. Hogy ez a porosnak tűnő könyv, ami sok polcon úgy hever, hogy egyszerűen az emberek nem is tudják, hogy a világ legfontosabb dolga van megfogalmazva, leírva, maga az igazság, az életnek az értelme. Isten lehajolt hozzánk. Soha nem fogom elfelejteni egy történetet, hadd osszak meg, milyen az lehajolni valahova. Mikor hajolunk le? Mikor leesik valami általában? Vagy éppen, ha segíteni kell valakinek. Egyszer egy nagyon kedves barátommal jöttünk egy keresztény összejövetelről, beindulva, mosolyogva, dicsőítve az autóba, és az utcán azt látjuk, hogy az árokparton megy egy ember, és a következő pillanatban azt tűnt fel, hogy ott nincs egy ember. Így eltűnt, így valahogy beesett, és kérdeztem, hogy te láttad ezt? Én láttam, ott volt egy ember, nem? És nincs ott az ember, és pusztaság volt, sötét volt, csillagok világítottak maximum. Hát nézzük meg, mi történhetett. És oda mentünk, és lehajoltunk ahhoz az emberhez. Le kellett hajolni egészen mélyre valahol, nem is ide, hanem oda le, az árokba. Föl kellett emelni, meg kellett nézni, hogy mi ez a furcsaság, mi történhetett vele? Eleve az, hogy valaki megy az éjszakába kivilágítatlanul, de aztán eltűnik. És kiderült, hogy egy nagyon-nagyon részeg ember volt,
csináljunk. Mi is megpróbáltunk lehajolni. Nem akartuk ott hagyni, ki tudja, mi történt volna, mert beültettük az autóba, elkezdtünk vele beszélgetni. Hát nagyon nehéz volt vele beszélgetni, de megpróbáltuk hazavinni, megkérdeztük, hogy hol lakik. Azt mondta, hogy nem tudja. És úgy tudtuk meg a címét, hogy azt mondta, hogy álljunk meg ennél a telefonfülkénél, mert akkor megkeresi, a nevére emlékezett. És így kereste meg a címét. Azok után, hogy megtalálta a címét, megtudtuk a nevét, hazavittük, átadtuk a feleségének, aki föntről integetett az ablakba. Látszott, hogy hozzá volt szokva valami hasonlóhoz. Kiderült, hogy egy világhírű zenészről van szó, komponistáról, Liz Díjasról. És mi lehajoltunk, hogy ő rajta segítsünk. És ennek az estének az lett a vége, hogy dicsőítettük az Istent, mert az ő irgalmából tettük ezt meg. Segítettünk egy emberen, de Isten, amikor lehajolt hozzánk, az egész emberiséggel segített, azzal, hogy Krisztust odaadta nekünk. Milyen lehetett neki lehajolni, amikor a trón széke a mennyben van, és mi itt vagyunk valahol, nagyon-nagyon távol, elszakítva tőle a bűneink által, amit sokszor mi se tudunk felmérni, hogy mi is az a bűn, mert a határok tolódnak el, és ezt teszi velünk most ez a kor, hogy a határokat mossuk össze, és arra késztet minket, keresztényeket is néha, hogy hát ez még belefér, vagy ez is belefér, ezzel ne foglalkozz. De Isten foglalkozik velünk, lehajolt. És ebből az egész karácsonyból nem egy cuki kis történetet akar csinálni. Én valamelyik nap beleakadtam egy ilyen posztba a világhálón, mert ugye már posztokba akadunk bele, ami arról szólt, hogy nyakunkon a karácsony, pedig nem a nyakunkon kéne, hogy legyen, hanem a szívünkön. És nagyon megtetszett ez a gondolat. Nyakunkon a karácsony, egy nyomás. És nekünk keresztényeknek is, akiknek több gyermeke van, családja, még jobban figyelünk, talán ott van egy késztetés, hogy hogyan lehet még többet beletenni, még többet adni, még több helyre elvinni az evangéliumot. De sokszor a lényeg tűnik el. És egy ilyet is olvastam, hogy együtt sétált valamilyen állatparkban egy szarvas, egy űzike, egy kutya, meg egy bárány, és azt írta az újságíró, hogy hát ilyen nincs, ez nem történhet meg. Hát ez nála kimaxolta a heti cukiság kvótát. Kimaxolta a heti cukiság kvótát, értitek? Utána nem tudjátok mondani? Kimaxolta a heti cukiság kvótát. És én azt szeretném, hogy ez a karácsony ne ilyen legyen, hogy nekünk valahol kimaxolja az éves cukiság kvótát a fényekkel, az ajándékokkal, hanem legyen az, hogy valóban oda megyünk a keresztnek, a lábához. Nekem a karácsonyfában azt tetszik, hogy legalább fából van. Legalább valami emlékeztet arra, ami az emberekben ott kellene, hogy legyen. Hogy hálát adnak Istennek, hogy elküldte az ő egyszülött fiát a földre. És maga az, hogy Isten beszélt arról, vagy egy tényként lehelyezte a földre Jézus Krisztust, egy óriási különbség, és nem jut eszembe más, mint amikor a saját első gyermekemet vártam. Egy gyönyörű kislányt itt is van valahol, igaz, hogy én nem látom, de ő biztos lát. És először csak beszélgettünk a feleségemmel, csak vágyakoztunk, csak ott volt bennünk az a tény, hogy nagyon várjuk azt a kis lényt, aki eljön. És amikor megláttuk, és a kezembe foghattam, hogy itt van egy olyan lény, aki előtte csak egy szóbeszéd tárgya volt, és egyszer csak ott van az ő valóságában. Persze benne akartam lenni a szülésen, de nem engedtek be, mert elfelejtettem elvégezni a tanfolyamot, amit előírt a kórház. Annyira akartam, hogy a kezembe fogjam. Ott volt bennem ez a vágy, és egyszerűen nem mindegy, hogy beszélünk róla, vagy pedig ott van. És Isten nem csak beszélt róla, hanem odaadta nekünk. Ránk bízta. Szállást kerestek Mária és József. És még maga a rokonság se hitt el pontosan, hogy ami történik, ha belegondolsz ebbe, most már le van írva egy könyvbe, templomok állnak, élő gyülekezetek vannak, ahol emberek beszélnek róla, nagyszerű zenekarok dicsőítik őt, de maga keresztelő János is megkérdezte, hogy te vagy a messiást, vagy mást várjunk, értitek, a rokona? Hihetetlen, hogy tényleg itt van, tényleg eljött, és a karácsony tényleg róla kellene, hogy szóljon. És fordítsuk a szívünket oda a következő dalokba még, ahogy
ahogy várjuk őt, ahogy hiszünk a karácsony, az igazi karácsony üzenetébe. Egy térképet találtam Európában, talán itt meg fog jelenni a kivetítőn, így néz ki, felmérték, hogy ki mit vár a karácsonytól, és ki az, aki eljön karácsonykor. Ez csak Európa, és nem a nagyvilág. Van, aki az Old Man Frostot várja. Van, aki a Noel babát, a dobtól nem látszik. Van, aki a Santa Claust. Finnországban várják a nyokolupit, vagy valami ilyesmi neve van. Milyen? Jóplapukki, tessék. Istvánnak a második tasmára. Jónlapukkit várják. Van, aki Peri Noelt várja. Van, aki John Kirnit várja, a Sionkorn. Mindenféle nyelven meg van fogalmazva, görögül, mindenhogy. Daddy Christmas, Christ Child, Baby Jesus. És oda van írva az angol újságba, magyarul, hogy Jézuska. Mindenki vár valamit, egy kicsit tudathasadásos, ha belegondoltok. És kihoz, és mit, és kinek. Mikor gyermek voltam, nem voltam ugyan teljesen a hit harcosa, de nagyon vártam ezt az ünnepet. Át tudott jönni, hogy valami van. És aztán egy pár évtized múlva utána jártam. És el tudom mondani, hogy ez a könyv igaz, ami le van benne írva, minden szó igaz. Egy nagyon nagy része megtörtént már, de van, ami még hátra van. Úgy is mondhatnám, hogy a legjobb rész még hátra van. Az, hogy nagyon sok ember fogja megismerni Isten dicsőségét, és Jézus vissza fog jönni az ég felhőjén. És ez a karácsony is, kívánom, hogy ennek legyen az előkészítése. Ne a Noel babát, ne a jonglopukkit, nem tudom, miket várjunk, mert ha azt várjuk, az fog eljönni. Nem várjuk a názereti, élő Jézus Krisztusnak, ugye megszületett, felnőtt, hasonlóvá lett hozzánk, elhordozta a bűneinket, fölvitte egy fára, meghalt értünk, kiárasztotta a Szent Lelkét feltámadása után, a Szent Lelket, a Szent Háromság nagyszerű harmadik személyét, és most itt van velünk közösségben, az Akvárium Klubban. Fogadjuk be őt, és vigyük el még az előttünk elő időszakba a karácsony igazi és élő üzenetét. Úgy.